Újabb iskola csatlakozott, a Nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában is elindul a honvédelmi képzés a Honvéd Kadét program keretein belül. Zajlanak a táborok, a legnépszerűbb tábortéma 2024-ben a sport, a kaland, az idegen nyelv és a katonai tábor, de sokan keresik a készségfejlesztő lehetőségeket is. A Diáksportért dolgozott, a Magyar Diáksportért díjjal ismerték el Kovács Tibor a Krúdy Gyula Gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjének munkáját. Nyírbátorban is megkezdhetik az emelt szintű honvédelmi nevelési programot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyar Honvédség Vitézvattai Antal II. Területvédelmi Ezred és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Technikum Szakképző Iskola és Kollégium aláírta a Honvéd Kadét programról szóló együttműködési megállapodást. Mint az eseményen elhangzott, a területvédelmi erőknek fontos feladata, hogy az ország nemzeti ellenálló képességét építse, ennek pedig a jövő generációja az alapja. 11. C. Igaz, hogy... A Nyírbátori Közszolgálati Technikus Osztály mutatott be néhány alapparancsot, amit egy jó kadétnak ismernie kell. Hamarosan újabb fiatalok tanulhatják meg, hogyan kell mozognia egy katonának, hiszen a Magyar Honvédség Vitézvattai Antal II. Területvédelmi Ezred és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Technikum Szakképzőiskola és Kollégium aláírta a Honvéd Kadét programról szóló együttműködési megállapodást. A Honvéd Kadét programnak több fokozata van. Mi az első fokozatban vagyunk, mint ahogy elhangzott. Nem honvédelmi képzés folyik, hanem egy általános honvédelmi ismereteknek az oktatása. És megmondom őszintén, az a célunk, hogy 3 év vagy 4 év múlva minisztérium engedéllyel lépcsőfokot is váltsunk, egy magasabb kategóriú honvédelmi képzést tudjunk megvalósítani ebben az intézményben. Orosz Antal Máté Szalkán született, és hasonló kadétprogramban kezdte a katonai pályafutását, ma pedig már alezredes. Ő maga is azt vallja, hogy fontos a jövő generációja, ők az alapjai a Magyar Honvédségnek és az ország nemzeti ellenálló képességének. Ezért olyan értékrendet kapnak a kadétprogramban, amellyel a társadalom hasznos tagjává tudnak válni. A toborzás az egy nagyon fontos tevékenység. Most kiemelten fontos, a Magyar Honvédség most indított egy szeretem megvédem mottóval egy toborzást, ahol most kimondottan a területvédelmi tartalékosokat toborozzuk, és ennek a toborzás keretében ugye a 18 évtől 55 évig bármilyen korosztályba várunk bármilyen jelentkezőt, és ugye a fiatal generáció egy kiemelt ebből a szempontból. Vannak különböző célközönségeink, akit toborzunk, akár a cigány honfitársaink, vadászok, és kiemelten az egyetemi hallgatók azok a fiatal korosztályból, akiket most megcéloztunk a toborzás keretében. A Máté Szalkai SC Nyírbátori iskolájának már van tapasztalata a rendészeti ágazatban, elsősorban ezért esett a választás a Honvéd Kadét program keretében erre az intézményre. Fontos szempont volt a kollégium épületének megléte, az innovatív oktatói testület, és hogy a környéken olyan infrastruktúra van, például a lőtér, amely jelentősen növelheti az oktatás-nevelés hatékonyságát. 1, 2, 1, bal, bal, rendes! Lépés, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Jogszabálysértések miatt az országban 6 helyen ismétlik meg a polgármester választást vasárnap, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Penészleken az egész településnek kell újra az urnák elé járulni a település vezető újraválasztásán, míg Ópáiban a 2. számú választókörzetben ismétlik meg a szavazást. Ófehértón és Nagykállóban pedig a roma települési nemzetiségi választás megismétlésére van szükség. A Nemzeti Választási Iroda közleménye szerint a
megismételt szavazáson ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik a 4 héttel ezelőtti voksoláson. A megismételt szavazás névjegyzékében is ugyanazok szerepelnek, kiegészülve azokkal, akik július 7-ig válnak nagykorúvá, vagy a névjegyzék pénteki lezárásáig választójogot szereznek. Akik a június 9-i választása június 7-én 10 óráig mozgó urnát igényeltek, a megismételt szavazáson is a mozgó urnát kérők jegyzékére kerülnek fel, a megismételt szavazásra azonban új mozgó urna kérelem is benyújtható. A fejlesztő vagy kézműves táborok mellett az életvezetési és kalandtáborok is nagyon népszerűek idén nyáron. Akár napközis, akár ottalvós táborról legyen szó, az óvodás korosztálytól egészen 18 éves korig bárki találhat hasznos és tartalmas programokat. Bár a táborok árai nőttek és a nyári szünet rövidebb lett, a minőségi táborok iránti kereslet töretlen. A gyerekek valamivel több mint fele, közel 53%-uk napközis táborban vakációzik, míg 47%-uk ottalvós programokon vesz részt. Nyújtsd ki a kis kezed, és mondjad neki Bruno hangot. És adunk neki egy jutalomfalatot. Jutalomfalatot mindig úgy adunk, hogy a tenyerünk közepébe tesszük, igen nyálas lett, majd van a víz. Elkezdődött a vakáció, és már az első héten volt tábor, azon belül pedig számos program, például kutyás foglalkozás várta a gyerekeket. Ezen az önkormányzati hivatal dolgozóinak gyermekei vehettek részt. Nyíregyháza önkormányzata idén már sokadik éve szervez ilyen tábort, hiszen fontos szempont, hogy családbarát munkahelyek legyenek a vármegye székhelyen. Az idei évben már 9 napon táboroztattunk, mert tavaszi szünetben is, és most nyáron is van egy egyhetes turnus. Nagyon népszerű az itt dolgozók számára. Több mint 50 gyerek van jelenleg is az önkormányzatnak a táborába, a polgársági hivatal saját táborába, mert reggel együtt jön a szülővel a gyerek, este pedig együtt mennek haza, és biztonságban vannak. Nagyon segíti a családok életének a megszervezését, úgyhogy itt is családbarátságra törekszünk, hogy jókedvel tudjanak a munkába a dolgozók. És számos ingyenes önkormányzati tábor is várja a fiatalokat, ezekre még van néhány szabad hely. Erre a Nyír.vv-nél lehet jelentkezni. Ezeknek a táboroknak az első turnusa ingyenes, csak az étkezést kell fizetni. Bár a táborok alapvetően az óvodásoknak és az általános iskolás gyerekeknek szólnak, lehet találni olyan lehetőségeket is, amely a középiskolás korosztálynak szolgál hasznos és tartalmas programmal. Különféle olajokat hoztam, kipróbálhatsz levendulát, vagy ez az önismereti Express nevű tábor, ahol középiskolások vannak egész héten, ugyanúgy, mint egy napközis táborban, 8-tól 4-ig minden nap. Annyi különbséggel, hogy ők azért mást játszanak, mint a kicsik. Az önismeret van a középpontban. Találkoznak itt olyan témákkal, amikkel az iskolában, meg a hétköznapokban nem nagyon. A kommunikációt fejlesztjük, az együttműködést, azt, hogy hogyan tudnak egymáshoz könnyebben, szorongásmentesebben állni vagy viszonyulni. Erre a pályázati forrásból megvalósuló egyszeri táborturnusra a legkülönbözőbb okokból jelentkeztek a diákok. Azért jelentkeztem, mert hogy segíteni szeretnék a velem egykorú fiataloknak, hogy a mai világban ugye sokan bántják egymást, és hogy én ezt meg szeretném akadályozni valamilyen szinten, még egy kicsit is, de ha tudok tenni érte, az már nekem már jót jelent. És amúgy sok mindent várok ettől a távoltól, főleg azt, hogy tudjam magamat fejleszteni, hogy aztán később ezt a tudást át tudjam másnak is adni. És akkor ez nekem jó érzés lesz, hogy valamit én is tudtam adni a közösségnek. Az élő és nyilvános beszéd, az nekem nagyon segített, mert nem tudok mások előtt úgy beszélni, hogy ne akadjak meg, vagy ilyesmi. Hát az együttműködés is nagyon hasznos szerintem, és most ez a relaxáció is nagyon jó volt. A hasonló fejlesztő vagy kézműves táborok mellett az életvezetési és kalandtáborok nagyon népszerűek, bármely korosztályról is legyen szó. A legnépszerűbb tábor téma 2024-ben a sport, a kaland, az idegen nyelvi és a katonai tábor, de sokan keresik az állatos táborokat is.
Sok gyerek kimerült a tanév végére, ilyenkor sok múlik a szülőn is, hogy megfelelően kipihenjék magukat a vakáción. Az általunk megkérdezett gyermekpszichológus szerint ilyenkor egy-két hétig érdemes hagyni, hogy passzívan pihenjenek, vagyis többet lustálkodjanak. A szakember elmondta, sok szülő esik abba a hibába, hogy ilyenkor a rosszabb jegyek miatt büntetik gyermeküket. Ez ugyanakkor nem jó megoldás, de a jó teljesítményt ajánlott értékelni. Szeptemberben még lelkesedéssel indul a nap, a vágyott külön órákon vagy az edzéseken is nagy kedvel vesznek részt az általános iskoláskorú gyermekek. Májusban, júniusban azonban jellemzően nem ez a helyzet. Alig akaródzik kiszállni az ágyból, és egyre többször hangzik el a ma nem akarok iskolába menni mondat. Ezek nem a lustaság, hanem a tanévvégi fáradtság jelei, amikor felüdülés lehet a tanulók számára a vakáció. Ilyenkor a szülőknek is fel kell ismerniük, hogy hagyják pihenni gyermeküket, egy-két hétig akár passzívan is. Nagyon elfáradnak a gyerekek, főleg mentálisan, szellemileg, lelkileg is kimerülnek a nem csak a tanulásban, hanem az iskolába járás egész éves nehézségeiben vagy mindennapjaiban, úgyhogy szerintem itt az első hetekben lehet őket nyugodtan hagyni pihenni, és aztán jöhetnek a programok, de így, ahogy említetted, valahogy okosan, egyensúlyban tartani azt, hogy tábor is legyen, hasznos elfoglaltság legyen, és legyen ténylegesen olyan kikapcsolódás, amit csak azért csinálunk, mert szeretjük, és amiben egy picit hosszasabban el tudunk mélyülni, nem kell mindig figyelni az órát, nem kell mindig időre valahová rohanni, sietni. Gyakran alkalmazzák a vakáció idején a szülők, hogy elvonással büntetik gyermeküket. Ennek oka pedig a vártnál gyengébb jegyek a bizonyítványban. A pszichológus szerint ezzel csak tovább nő a teher a gyereken, szorongóvá válik és félve indul neki az új tanévnek. Ugye itt is fontos, hogy ne csak az érdemjegyeket figyeljük, hanem azt is, hogy mennyi munka vagy mennyi erőfeszítés van mögötte, hiszen ebben azért nagyon különböznek a gyerekek, hogy kinek milyenek az adott képességei, és jó, hogyha ezt értékeli a szülő, vagy ismeri el. És vannak olyan gyerekek, akik sajnos sosem kapnak valami jutalomkönyvet, vagy oklevelet, mert az iskola által támasztott ilyen irányú mércéket nem érik el, de hogyha a szülő úgy gondolja, hogy az ő gyereke abban az évben igenis megtette, amit tőle telt, azért nyugodtan lehet akár otthon is készíteni valami kis elismerő lapot és értékelni őket. Okostelefon. Nyáron sokszor legkényelmesebb megoldás a szülő részéről, hogy lekösse gyermekét. Pedig a túl gyakori használat nem csak függőséget okoz, hanem tompít és csökkenti a kreativitást. Az apának és anyának ilyenkor következetesnek kell lennie. Hogyha elvesszük ezt az eszközt, vagy csökkentjük a használatát, akkor azt tapasztaljuk, az első reakció az a gyerek részéről, hogy unatkozom, és fel alá járkál, akár dühös, irritált, tele van feszültséggel, amit gyakran a szülőn tölt ki, hogy nem találja a helyét, nem találja, mivel foglalja le magát. De hogyha türelmesen ezt meg tudjuk várni, akkor ez csak egy-két napig tart, és utána pedig mindig arról számolnak be a szülők, hogy a gyerek egy csomó mindent felfedez újra, vagy pedig újonnan. Nyilván ebben segíteni is kell neki, hiszen ha csak úgy magára hagyjuk, hogy találja meg, akkor nem biztos, hogy megtalálja, de hogyha hívjuk, bevonjuk, megmutatjuk neki, hogy mit lehet helyette, társasjátéktól kezdve, könyvolvasáson keresztül tényleg az otthoni tevékenységek egy közös kirándulás. Fontos tanács még, hogy időnként az okostelefontól függetlenül is hagyjuk unatkozni a gyermeket, ez szintén a kreativitást, a fantáziát fejleszti. Ha pedig a gyermek nem szeretné, ne erőltessük a nyári táborokat, de mindenkinél érdemes legfeljebb egy-két hetet táboroztatni a szünidős tanulókat, mert ezek is jellemzően akár az iskolához hasonlóan kötött programokat tartalmaznak. Történelmi személyek, várak és valós élethelyzetek elevenednek meg a Rákóczi szabadságharc idejéből Seyfried Zoltán tollán keresztül Nyíregyházán. A Fejedelmi élet nyomában című kiállítás 52 képben mutatja be II. Rákóczi Ferenc életútját. Az érdeklődők július végéig tekinthetik meg a gyűjteményt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban.
Kávébarna papírokon ceruza is toll tárja elénk második Rákóczi Ferenc életének legfőbb mozzanatait. Seyfried Zoltán munkásságának egyik irányvonala, hogy történelmi mozaikok megrajzolásával igyekszik éltetni a magyar történelem kiemelkedő alakjait. Mint tudjuk, második Rákóczi Ferenc egy emblematikus szereplője a magyar történelemnek, és úgy gondoltam, hogy gazdag, nagyon szerteágazó életútját méltóképpen úgy lehetne tolmácsolni a mai világ, mai magyarság számára, hogyha egy ilyen komplex összetett formában születésétől a utóéletig megjelenítem, amely elég tömörített, így is 52 grafikában tudtam ezt létrehozni, ami elmagyarázattal szolgál, ugyanis a történések ilyen kronológiai sorrendben következnek egymás után, aminek az értelmezése az útmutató szerint látható. A gyűjtőmunka az évekig tartott, mert viszonylag gyorsan dolgozom, de én úgy nem szoktam leülni a rajzlap elé, hogy ne tudjam, mit szeretnék. Második Rákóczi Ferenc neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi szabadságharccal, melyben a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg birodalomtól. A tárlat első képei bemutatják felmenőit, aztán a Regéczi várat, ahol nevelkedett. A téma sem túl vidám, tehát kell egy ilyen alaphangulat is hozzá, amellett, hogy nem feltétlenül a morózus beállítottság volt a cél, de mint tudjuk, a fejedelemnek az életesen volt egy külső szemlélőként egy diadalút, végül is sikeres volt a küldetése, de nagyon sokat szenvedett azért, hogy elérje azt a státuszt, amiben őt a mai közeg elismeri és megismeri. A technika pedig önmagában egyszerű, mert ceruza, toll és fehér betét. Tehát nem bonyolítom túl, általában az egyszerű eszközök a hatékonyak mindig. A kiállítás megtekinthető július 31-ig Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. A Magyar Diáksportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Krudi Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. A pedagógus 42 éves pályafutása során fiú kosárlabda csapataival számtalan diákolimpiai érmet szerzett, két alkalommal pedig a középiskolás világbajnokságon képviselte Magyarországot a krudisokkal. Korábbi elismerésekről tanúskodó oklevelek, amelyek egy sikeres és eredményes életpálya tanúsítványai, és a legutóbbi elismerés a Magyar Diáksportért díj, amelyel a Magyar Diáksport Szövetség ismerte el Kovács Tibor több évtizedes munkáját. A nyugdíjba vonuló testnevelő nem vándormadár típus, pályafutása alatt végig hűséges maradt a Krúdihoz. Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Úgy gondolom, hogy megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe bele tettem és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást. Az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, Tatos István tanár úr, illetve Kovács Györgyi Kati néni, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Bármint testnevelő, több sportágban ért el eredményeket tanítványaival a diákolimpiákon, a legközelebb a kosárlabda áll a szívéhez. Ebben a sportágban számtalan országos bajnoki cím és érem fűződik a nevéhez. A legbüszkébb pedig arra, hogy csapatával 2015-ben és 2018-ban is képviselhette Magyarországot a középiskolás világbajnokságon. A Magyar Diáksport Szövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom, minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. 42 éves pályafutással és számtalan sikerrel a háta mögött Kovács Tibor elmondta, hogy pedagógusként miket tartott a legfontosabbnak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy legyen emberség, és talán a,
a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal, a pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi egy-két évben ismét a Diákolimpia Covid miatt is fellendülésben van. Ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának. Bár a nyugdíjkorhatárt elérte, Kovács Tibor nem szeretné elszakadni a tanítástól. A kosárlabdáért is tovább dolgozik, a Nyíkse szakmai igazgatójaként és edzőjeként igyekszik átadni tudását a fiatal kosarasoknak. Elveszítette második felkészülési mérkőzését az Ausztriában edzőtáborozó Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese szerda este az FK Napredakkal mérkőzött meg a Grác melletti Koflakban. A szerb csapat pedig végül 3-1-re megnyerte a találkozót. A Spari gólját Kovács Réti Márk szerezte. A nyíregyházi labdarúgó következő edzőmérkőzése vasárnap lesz az NK Osi Jek ellen. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A területvédelmi erőknek fontos feladata, hogy az ország nemzeti ellenálló képességét építse, ennek pedig a jövő generációja az alapja. Hangzott el azon a rendezvényen, ahol a Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezred és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Technikum Szakképző Iskola és Kollégium aláírta a Honvéd Kadét programról szóló együttműködési megállapodást. Ennek értelmében Nyírbátorban is megkezdődhet az emelt szintű honvédelmi nevelési program. A nem ingyenes önkormányzati táborok árai nőttek, a nyári szünet pedig ugyan rövidebb lett, de a minőségi táborok iránti kereslet töretlen. Tavaly rekordszámú 230 ezer fiatal vett részt valamilyen táborban, idén az eddigi felmérések alapján 215 ezer táborozó lesz országszerte. A legnépszerűbb tábortéma 2024-ben a sport, a kaland, az idegen nyelvi és a katonai tábor. A magyar diák sportért elismerést vehette át Kovács Tibor, a nyíregyházi Krudi Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelője. A pedagógus több mint 4 évtizedes pályafutása során fiú kosárlabda csapataival számtalan diákolimpiai érmet szerzett, 2 alkalommal pedig a középiskolás világbajnokságon képviselte Magyarországot a krúdisokkal. Július 4-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírműsorral pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken csapadékmentes szikrázóan napos idő következik, a reggeli szorványosan még meglévő mérsékelt felhőzet gyorsan eloszlik. A keleti ország részben lehet még délelőtt olykor felélénkülő északnyugati irányú szél, majd délután ott is fordulni kezd a légmozgás. A hőmérséklet emelkedni kezd, napközben 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.